Sziasztok, üdvözlök mindenkit, Bodnár György vagyok az építő közösségtől, és felújítom a házam 2024 konferencia házigazdájaként köszöntök minden nézőt. Remélem, kiderül majd a konferencia végére, hogy egyik fő célkitűzésünk az volt, hogy azok a házfelújítások, amelyek most elindulnak, azok valódi értéket jelentve, és átgondoltam, megtervezetten zajoljanak le, és hát ennek a megtervezett, átgondolt felújításnak az első lépése azt gondolom mindenképpen az, hogy tisztába kell lenni, hogy honnan indulunk. Ez jelenti az állapot felmérés, akik abban a helyzetben vannak, hogy egy felújítandó házat szeretnének megvásárolni, azok még ezt akkor tudják használni, mielőtt meghozzák a döntésüket, de szerintem ez annak is fontos, aki maga benne él már évtizedek óta a lakásában, hiszen nem tudhatja azt, hogy a építés óta milyen állapotba kerültek a többségében elhanyagolt szerkezetek. Úgyhogy ma ennek az állapotfelmérés és a ebből induló tervezési folyamat egyik legismertebb és legnépszerűbb hazai szakértőjét hívtam vendégül, Gönkel Zsoltot. Zsoltot szinte nem is kell bemutatnom, hiszen az internetről nagyon sokan ismerik. Építési szakemberként Kömkel név alatt 2009 óta ír meglehetősen szókimondó blogokat, melyek mára az építkezők egyik legkedveltebb olvasmányaivá váltak. Jelen van a YouTube-on is, Facebook csoportjának pedig közel 23 ezer tagja van. Szerintem vágjunk is bele a közepébe. Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat, illetve a nézőket. Köszönöm szépen a meghívást újfent az online konferenciára. Amiért én itt vagyok, az igazából annak a témája, hogy a felújítás előtt, ami egy házat érint, azelőtt érdemes egy állapotfelmérést készíteni magáról az ingatlanról, hogy egyáltalán hogyan kellene, milyen sorrendben érdemes magát a felújítást végezni, illetve hogy ez milyen költségekkel járhat, becsült költségekkel értelemszerűen, hiszen egy konkrét költségbecslést, költségvetést, azt felújítási terv és egyebek alapján lehet csinálni, de nagyon jó iránymutatást tud adni egy ilyen állapotfelmérés. Nagyon sok esetben van az, hogy ez az állapotfelmérés, ez az ingatlan vásárlást megelőzi, és ez a jobbik eset értelemszerűen, hiszen akkor nem az van, hogy egy olyan házhoz megyek ki, ami sajnos egyébként előfordul, amit már megvásároltak, és én vagyok az, aki kaszásként viszem a rossz híreket, hogy ez is rossz, ez is rossz, ez is rossz, és ez is rossz, és ezzel nem számoltak esetleg a vásárlók. Sokkal jobb, hogyha ingatlan vásárlás előtt kerülök én képbe, mert akkor már az ingatlan vásárlás előtti szemlén ezeket a felújításokat végig tudjuk venni. Minden ilyen állapotfelmérés úgy néz ki, hogy egy ilyen 10-14-16 oldalas PDF, amiben értelemszerűen rögzítve van magának az ingatlannak a jelenlegi állapota, felújítási javaslatok, korszerűsítési javaslatok, tehát energetikára, gépészetre, mindennel együtt. Igen, én egy építész vagyok, tehát nem vagyok statikus, nem vagyok gépész, nem vagyok villanyszerelő, viszont kivitelezésben is dolgoztam, tervezésben azért már lassan 30 éve dolgozok, tehát rálátok ezekre a folyamatokra, valamint azért évente megnézek 5-600 házat, úgyhogy van rálátásom szinte mindenre. Igen, tudom, hogy aki mindenhez ért, az semmihez nem ért, én szeretnék az üdítő kivétel lenni, és szerintem azért családi ház szinten értek minden gépészethez és mindenhez. Majd a diákból látjátok, hogy nagyon furcsa esetek merülnek fel. Ennek az állapotfelmérésnek egy jó része, az nem is műszaki dolog, hanem inkább egyfajta nyomozás, hiszen ki kell találni, hogy mire gondolt a költő, amikor összerakta a dolgokat. Ugyanis hiába vannak jogszabályok, hiába vannak előírások egy ingatlannál, illetve egy adott mondjuk egy gépészetnél vagy egy tetőnél, hát sajnos ez ilyen barkács módszerrel más irányokat is, más kanyarokat is vet a kivitelezés, és egyáltalán nem lehet arra számítani, hogy minden esetben úgy épült meg a ház, illetve az adott szerkezet, hogy az jogszabályoknak megfelelő. Az első dián, amit láttok, ez egy nagyon elcseszett megoldás, ez egy úgynevezett dobozolt eresz, ami úgy néz ki, hogy nincsen eresz csatornánk, hanem ahogy látjátok a felvételen, ez horgonybádoggal ki van az egész teknőszerűen
bádogozva, ebbe folyik bele a víz, alulról látni egy hatalmas dobozolt ereszlambériát. Mindig elmondom, hogy, de egyébként aki ismeri, azt tudja, mindig elmondom, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon rossz megoldás. Ez a 80-as évek vége körül volt nagyon divatos. A hőtágulás miatt csak forrasztott, horganyzott bádogozással lehet ezt megcsinálni, és így is lehet javítani. Viszont a forrasztást azt manapság már nagyon-nagyon kevés bádogos űzi, ugyanis rendkívül egészségkárosító hatása van. Sósavat kell oda csepegtetni, forrasztani egyebek. Ezért nem találsz rá embert. Amit itt láttok a dián, az ennek a forrasztásnak a javítása. Ez egy házvásárlás előtti szemle volt egyébként. Elmondtam, az ingatlan hirdetés alapján én már láttam, hogy ilyen lesz az eresz. Elmondtam a tulajdonosnak, hogy ennek azért az átépítési költsége jelentős, tehát itt azért számolni kell ilyen 30-50 ezer forintos folyóméter árral, amivel át lehet építeni az egész ereszt egy rendes csünkőereszessé. Elmondtam neki, hogy ez ilyen költséggel jár, és hogy ez valószínű, hogy beázik meg egyebek. Mondták, hogy hát kint volt egy bádogos, és 400 ezer forintért kijavította nekik az egészet, úgyhogy nem ázik be, ez hülyeség. A javítást azt látjátok. Ennek az a titka, hogy van egy 3 méteres selfie botom, amivel a kamerát fel tudom küldeni az égbe, és le tudom fotózni ezeket a javításokat. Láthatjátok, sima ragasztószalagokkal lett ez kijavítva, ez nem tud tartós lenni, ez egy ideiglenes megoldás. Ha tovább megyünk, itt láthatjátok közelebbről a ragasztószalagot, valamint ott a vödröket a padlástérben, ahol nagyon-nagyon komolyan beázott a ház, és nem ez az egy vödör volt a tetőtérben, padlástérben, hanem nagyon sok szerteszét lavorok, vödrök, látszódik, hogy az a fehér vödör az gyakorlatilag 4/5 meg van telve vízzel, pont egy esősebb időszak után voltunk egyébként, de folyamatosak voltak a beázási nyomok is, látszódott a hőkamerán az ármennyezetnél, meg mindenhol, úgyhogy ez az ingatlan, ez nagyon-nagyon megbukott a vásárlás előtti szemlén, mert gyakorlatilag, ha nem is a teljes tetőt, de nagyon sok mindent át kell építeni, a beázások nyomán ott a vödrök mellett végig el vannak korhadva a szarufák, az eresz csomópontok, minden, tehát itt az, amit mondtam az előbb, 30-50 ezer forintos felújítási költséget, az csak az eresznek az átépítése, itt nagyon komolyan hozzá kell nyúlni, gyakorlatilag az egész tetőhöz. És itt érkezünk el ahhoz a ponthoz, amit nagyon sokszor elmondok, és nagyon sokszor elmondtam már, hogy építkezni alulról fölfelé, felújítani fölülről lefelé. Tehát mindig a tető az egy nagyon-nagyon kardinális probléma tud lenni, ugyanis ha a tetőnk nem jó, leszoktam írni azért, hogy ez a tető kibír 5-8-10 évet is akár, de képzeljétek el, hogy beleöltök 15-20-30 millió forintot a tető alatti lakótérnek a felújításába, most nem arról van szó, hogy tetőtér, hanem sima, akár a sima földszintünk, és utána nekiállunk 5 év múlva mondjuk tetőt cserélni az egészen. Nagyon sok felújításom zajlott, ahol művezetőként részt vettem, vagy tervezőként részt vettem, vagy csak sima szakmai tanácsadásképpen. Szinte nem volt olyan építkezés, olyan tetőcsere, ahol ne áztak volna legalább egyszer a felújítás során. Úgyhogy, ha van egy felújított lakórészünk, fölötte kicseréljük a tetőt, magyarul leveszik róla a kalapot, szinte biztos, hogy le fog ázni, onnantól kezdve azért nagyon-nagyon sok minden tönkre mehet. Tehát nagyon meg kell gondolni, hogy érdemes-e halogatni a tetőt, vagy nem érdemes-e halogatni a tetőt. És itt nagyon sok millióról beszélünk, mert egy sima kádárkockán van 120-140-150 négyzetméter tetőfelület, az jelenlegi árakon sajnos 7-8 millió forint a komplett tetőszerkezetnek a cseréje. És hát sajnos azért a kádárkockák 40-50-60 éve itt vannak, kezeletlen fából, sok esetben háncsolt fából, nem volt tetőfólia alattuk, tehát sajnos nagyon sok helyen látom azt, hogy a tetőszerkezet szúette, el van korhadva, és egyebek, amivel nem számolnak a tulajdonosok. Sajnos nagyon sok esetben látom azt is, hogy az ingatlanos vagy a tulajdonos beleírja, hogy a tető az jó állapotban van. Itt láthattok a következő dián egy olyan épületet, ahol szemmel látható, tehát ezen a dián látható, hogy be van hajolva a nappaliban a födém. Én már sejtettem ennek az okát. A előzetes szemlének része az is, hogy ha átküldik nekem az ingatlan hirdetést, és az ingatlannak a pontos címét,
akkor azért elég sok helyen utána tudok nézni az ingatlannak, kezdve a Google Street View-val, ahol azért nagyon sok évre visszamenőleg vannak már fotók fent. És lehet látni például, hogy korábban ezen a házon milyen cserépfedés volt, meg lehet látni értelemszerűen a mostanit, és azonnal kibukott, hogy sokkal nehezebb cserepet raktak a házra, mint ami előtte volt. Itt a méréseken látszik, hogy majdnem 475 centis a faföldrészünknek a fesztávja, ami már azért jelentősnek mondható, és a belmagasságokat leszoktam mérni ilyen esetben, illetve hát faföldrészünknél mindig körbe a helység széleken, illetve a helység közepén, és az megadja, hogy hány centit van behajolva a födém. Itt azért látható, hogy 7-8-9-10 centit egyébként másik helységben még jobban be volt hajolva, ami nagyon-nagyon jelentősnek mondható. Az oka pedig viszonylag egyszerű. Derékszelemenes a tetőnk, ami azt jelenti, hogy székoszlopokon letámaszkodik a tető. Egyrésztről kevés székoszlop van, másrésztről pedig ez a székoszlop, ez gyakorlatilag megroppantotta ott a födém gerendát, és azért hajolt be az egész. Sokkal nehezebb cserépfedés került rá, mint a régi tetőfedés volt. Ez okozta igazából, rátettek plusz 2-3 tonnát, amire nem volt méretezve a fafödém. Nincsen teherelosztó talp, meg egyebek. Ez egy nagyon-nagyon nagy probléma. Az épületet hát felújítottnak hirdették, tehát nem is azt mondták, hogy ez felújítandó, felújítottnak, ami ténylegesen belülről felújított egyébként, de elég komoly statikai problémák vannak vele, amik milliókban mérhető ennek is a felújítási, javítási költsége. És ehhez oké, hogy ez már statika, de ehhez sem kell statikusnak lenni, tehát egy tapasztaltabb építész ezeket azonnal tudja, lehet tudni, hogy a fafödének a behajlása 3-4, még 5 centig, lehet azt mondani, hogy az még akár tekinthető természetesnek, meg annyit még tud vetemedni, de azért 8-9-10 centinél már szinte biztos, hogy ketté roppant a szarufánk is, illetve a födémgerendánk is, tehát nagyon komoly statikai problémák vannak, javítható, de milliókról beszélünk javítási költség szintjén. Ahogy megyünk lefelé, volt már ugye már tető, volt födém, falazat. Sok esetben találkozom azzal, hogy a falazatnak a típusa az, hát beleírják simán, hogy tégla. És a helyszínen derül ki, hogy az lehet sóskútikő, lehet takaréküreges fal, ami rettenetesen rossz, lehet gázszilikát, lehet vegyes falazat, tehát kő, tégla, bályog, egyebek. Amikor ez le van vakolva, értelemszerűen belülről is, illetve kívülről is, akkor ez nem látható. Amit itt a dián láttok, az hőkamerával lehet látni, hogy ez a téglának hirdetett ház, ez valójában gázszilikát, az elem nagyságokból és egyebekből én tudom, meg hát azért építész kollégák közül sokan tudnánk erre ránézésre, hogy ez nem tégla. És nem az a baj, illetve nem csak az a baj, hogy a gázszilikát az egy viszonylag rossz anyag, majdnem durvábbat mondtam, hanem teljesen más az ázsiója. Nagyon sokan írtóznak a gázszilikát falazattól, mert nagyon leegyszerűsítve mondjuk az itong téglának elődjének, lehet radonsugárzás egyébként a régebbi típusoknak, meg egyebek, tehát nagyon rossz híre van, ha az interneten utána olvas az ember, nem olyan problémás egyébként az anyag, de teljesen más kategória, mint egy téglaház, ez a gázszilikát. És ennek megfelelően igazából az árazása is, tehát az ingatlan vételára meg egyebek mások, valamint, ha már ugyebár felújítom a házam, konferencián vagyunk, a gázszilikátra nem lehet rárakni sima EPS homlokzati hőszigetelést, pár a technikai meg a radonsugárzás okokból, csak Open EPS rendszert vagy vakolható kőzetgyapotot. Mindegyiknél igaz, hogy nagyjából mondható, hogy a 30%-kal megdrágítja a homlokzati hőszigetelésnek a költségét, ami mondjuk egy normál méretű háznál 4-5 millió forint, tehát megint beszélünk egy másfél millió forintos többletről akár, és ezért egyáltalán nem mindegy, hogy miből van a falazat. Ami még fontos lehet, főleg a régi épületeknél, hogy a belső oldali vakolat nagyon sok esetben nagyon gyenge minőségű. Mi már készpénznek veszik így 2024-ben, hogy egy belső oldali vakolat az mész cement vakolat.
Hát ez régebben nem egészen így volt, illetve sok esetben nem így volt, mert cementet azt nagyon csínyen látott a vakolat, sokszor kohós alakkal is pótolták, az meg még rosszabb, illetve hát ha vegyes falazatunk van, tehát egy vályog, egy vert fal vagy egyebek, ott meg egy agyagvakolat van fent, nagyon sok centi vastagságban, nagyon rossz a minősége mostanra, és ott is számolni kell azzal, hogy le kell verni gyakorlatilag az egész házban a vakolatot, és újra kell vakolni. Ez megint másfél-két millió forintos pluszköltséget jelent, és sokan nem számolnak ezzel. Megy megint a nagy meglepődés, amikor ezek a pluszköltségek így kiderülnek. Kanyarodjunk vissza gyorsan egy kicsit a tetőhöz. Ha hőszigetelt tetőnk van, magyarul be van építve a tetőtér, a legtöbb esetben hiányos hőszigetelést tapasztalunk, ugyanis a 2000-es évek előtt nem igazán volt elterjedve az a tömör kőzetgyapot, úgy hívjuk, hogy önhordó gyapot, amit ha beraktak a feledésikba, akkor az ott maradt. Legtöbb esetben sima kőzetgyapot vagy üveggyapot, paplant tekertek be a szarufák közé ferdén, ami az idő során párától, meg a mozgástól, egyebektől szépen összetömörödött és lecsúszott a tető aljába. Itt ezen a képen is látjátok, hogy sima szemmel nem lehet látni abszolút semmit. Hőkamera azonnal kidobta, hogy ott van egy nagyon-nagyon komoly folytonossági hiány, és ebből ezer példát tudok felhozni, sok-sok ezer képen van hiányos hőszigetelésekről. Ami a legnagyobb probléma ezzel, a korai hőszigetelésekkel, hogy nincsen belső oldali párazárás, ami azt jelenti, hogy ennek a gyapotnak a pora, az sok esetben a beltérbe be tud jutni, és nagyon sok esetben nekem rá van erre állva az órom pára dologra is, tehát megérzem a magasabb páratartalmat, illetve főleg ilyen nyári időszakban a gyapotnak van egy nagyon jellegzetes, ilyen szúrós szaga, amit ha nem figyelsz oda, nem biztos, hogy észreveszel, de ez abszolút jelzi azt, hogy a lakótérben ezek a kőzetgyapot, üveggyapot szálak bent lengedeznek. Időseknél, gyerekeknél sajnos ez krúpot és asztmát tud okozni, úgyhogy ez rendkívül rossz dolog egészségkárosító szempontból. Viszont ennek a hőszigetelésnek a cseréje, úgyhogy kicseréljük a burkolatot, magyarul a gipszkartonozást, párazárást, megcsináljuk meg mindent, nyugodtan lehet számolni a mostani 20-25 centi hőszigeteléssel, tehát ami most teljesíti a minimum követelményeket, ilyen 25 ezer forintos felület négyzetméter árral. Na most, ha veszünk egy 100 négyzetméteres alapterületű házat, annak a tetején van mondjuk 60 négyzetméternyi tetőfelület, a ferdesíkok meg a padlásfödémet beleértve, amit fel kell újítani. Megint ott vagyunk, hogy másfél millió forint alsó hangon, és egy nagyon komoly logisztika, ebben nincsen benne újrafestés meg egyebek. Tehát ez egy nagyon komoly logisztika, a kőzetgyapot, üveggyapot veszélyes hulladéknak számít, tehát nem viszik el sima konténeráron, hanem több mint a duplájáért. Úgyhogy ez is egy rendkívül nagy költséget tud generálni. Ami jó a dologban egyébként, hogy az ingatlan hirdetéseken, ha le vannak fotózva ezek a tetőtéri dolgok, itt a fotón is látjátok, hogy ez egy sima, látszódik, hogy ez egy sima pozdorja lap, de például nagyon sok esetben van ez a régi fa lambéria, ami a 80-as években, 90-as években még divat volt, szinte 100%-ig nincs mögötte rendes hőszigetelés sem, illetve a párazára sem, tehát bontani kell. Ezeket én előre már a hirdetés alapján tudom prognosztizálni, el tudom keseríteni a leendő vevőket, vagy hát a mostani tulajdonosokat. Ugorjunk megint egyet lefelé, a padlóra. Amit itt láttok a két képen, értelemszerűen ezek még a 70-es, 80-as évek padló burkolatai, tehát ezek a mozaik lapok, amik misunkba vannak berakva, de már ránézésre ezekről lehet tudni, hogy se vízszigetelés nincs a padlóban, a földszinti padlóban, se hőszigetelés. Ez aztán fokozódik, mert még a 80-as években is viszonylag ritkán raktak felületi vízszigetelést a padló alá, és ahogy látjátok, a műszeren is elég magas nedvességtartalmakat mutat. Ez sajnos azt jelenti, hogy a padlót ki kell mélyíteni, szerelőbeton, bitumenes vízszigetelés, hőszigetelés, újjajzatbeton, amiben aztán lehet rakni akár padlófűtést, újjajzat. Amivel nagyon sokan nem számolnak, hogy ha ezt megcsinálja az ember,
akkor az összes válaszfal kiesik a házból. Ugyanis a válaszfalaknak a, azt mondom, tapasztalat alapján a 80%-a alatt nincsen rendes alapozás, és nincsen alatt a vízszigetelés. Tehát míg a külső falaknál a már 60-as évektől raktak bitumenes lemezt, ott van vízszigetelés és száraz a fal, a válaszfalak alatt semmi nincsen. És ha megcsinálod a adott helységet úgy, hogy benne hagytad a válaszfalat, megcsinálod a vízszigetelését, meg minden egyebet, akkor a válaszfalat fogja vonalszerűen felszívni azt a talajnedvességet koncentráltan, ami ott összegyűlik az épület alatt. És innentől kezdve, ha tehát főfal traktusokat tudunk kiüríteni, összes válaszfal kuka. Hiába volt benne bármilyen villanyvezeték, arra majd rögtön kitérünk, ha a válaszfalakat bontod, akkor nagy része kuka. Nagyon egymásra épülnek a dolgok. És itt fontos elmondani, mert mindig megkapom kivitelezőktől is, tulajdonosoktól is, hogy eddig ez így működött, tehát oké, hogy én 70 pár százalékos páratartalmat mérek, de eddig is működött, nem akarnak milliókat rászánni a padló cserére. A padló cserénél egyébként azt lehet mondani, hogy ilyen 30 ezer forint körül jön ki négyzetméterre felépítve, plusz a bontás, plusz abba a padlófűtés kerül, és ebben nincsenek benne a válaszfalak. Tehát ez mind-mind-mind plusz, és megint milliókról beszélünk. Valamint, ami nagyon fontos, hogy a legfelső ajzat betonunk az 6 centi, 5-6 centi. Ennek a száradási ideje 1 centiként 1 hét. Tehát 5-6 hétig kell száradni a legfelső esztrik betonnak ahhoz, hogy neki lehessen állni, burkolni. Ez megint ütemezés kérdése, és rendkívül el tudja húzni emiatt a ingatlan felújításnak a menetét. Ami miatt ezt meg kell csinálni, nagyon szomorú, kicsit kitekintő, nagyon szomorú, hogy itt Gödöllön voltam megnézni most egy új építésű ikerházat, és a kivitelező a válaszfalak alá nem rakott egyáltalán a földszinti válaszfalak alá vízszigetelést. Mindenféle hülye okokra hivatkozott, mondvá, hogy két sorra lükővel ki van emelve az épület, meg minden. 100 milliós ingatlanról beszélünk, és ez nem most fog előjönni, 8-10 év, mire szépen feltelítődik az épület alatt a talajpárával az a rész, és elkezdi felszívni a válaszfal az egészet. Nagyon-nagyon sok ilyen házban járok, ahol elkezd vízesedni a válaszfal alulról, kihívnak, és ezek jönnek elő, hogy nem volt vízszigetelés. És ez nagyon szomorú, hogy új házakat még manapság is így építenek, és nem csak itt láttam, hanem egyéb más helyeken is, és természetesen a kivitelezőnek állt feljebb, amikor ezt megkérdeztem tőle, hogy ez miért így van, meg ez nem szabályos, egyáltalán nem működhet így a dolog. A probléma az az, hogy ezeknél, ami a dián szerepel régi épületeknél, geréptokos nyílászárók voltak, nyílt égésteri fűtésünk volt, tehát magyarul az épületünk beltere az egyáltalán nem volt légtömör. Ha bedurrantották a sparheltet, kályhát, konvektort, vagy nyílt égésterű turbós kazánt, akkor az az égés miatt képzett egy olyan, most leegyszerűsítve mondom, egy olyan vákumot, ami a rossz zárású nyílászárakon keresztül beszippantotta a friss levegőt. Mivel hogy nagyon a nyílt égésterű készülékeknek nagyon nagy a légköbméter felvétele, tehát nagyon sok oxigént égetnek el magyarul, állandóan mozgatták a levegőt, és ez az állandó mozgatás, ez azt a talajpárát, amit itt én mérek most ezeken a részeken, ezt mindet kiszippantotta a házból, a kéményen keresztül, nyílászárakon keresztül távozott. Manapság az energiatakarékosság ürügyén, meg komfort érdekében szigetelünk, légtömör, nyílászárokat rakunk be, mindent. Ha meghagyjuk a padlót úgy, hogy ezt nem újítottuk fel, ez a talajpára, ez gyönyörűen ott fog a beltérben tengeni-lengeni, és keresi azokat a hőhidas részeket, amik rosszul lettek leszigetelve, és ki fog csapódni, ablaküvegen csorogni fog a víz, hasonlók. Úgyhogy ennek nagyon-nagyon fontos pótlási szerepe van, hogy az ajzat az fel legyen újítva. A legnagyobb probléma az szokott lenni, amikor erre a mozaik lapra, erre simán ráburkolnak. 20 évvel ezelőtt tök mindegy, de sajnos manapság is. Ha ragasztott burkolatot raknak rá, a legtöbb esetben a ragasztott burkolat gyönyörűen, üregesen kopog
hogyha az ember megkopogtatja. Ha laminát parkettát raknak rá, annál rosszabb egyébként nincsen, bármint nem a laminát parketta rossz ebben az esetben, ugyanis a laminát parketta az képez egy teljes párazárást az egészen, és alatta, tehát a laminát parketta az alulról jövő pára miatt szépen deformálódni fog fel, hullámosodik, huppogni fog meg egyebek, és pont annál a háznál, amit a legelső dián mutattam a tetős dolognál, volt ugyanez, hogy volt egy hatalmas púp a laminát parkettából, és ott magyaráztam a leendő vásárlónak, hogy ez mitől van, meg miért rossz, és képzeljétek el, hogy így dobogtam a púpon, és egyszer csak megcsapta az orrunkat, nagyon durva penészszag. Ugyanis a laminát parketta alja bepenészedett, és amikor én elkezdtem mozgatni ezt a púpot, akkor a szegélyeknél elkezdett szuszogni, és nyomta fel a penészt meg a párát alulról. Úgyhogy nem szabad. Tehát a tetőn kívül az aljzat az, ami oké, hogy nagyon sok milliós történet, de ezzel számolni kell. És nem szabad halogatni, nem tud komfortos lenni. Vissza lehet menni a 80-as években, a 70-es években életminőség szintjén, de akkor tudomásul kell venni, hogy a padlónk az hideg lesz, tehát amikor kint például mínusz 10 fok van, akkor a ilyen padlónak a felületi hőmérséklet az 13 fokos. Ott azért még papucsba is, mamuszba is fázik az ember talpa, nem beszélve arról, hogy egy gyereket nem rakunk le ilyenkor a padlóra kúszni, mászni, mert azonnal fel fog fázni. Tehát nem 2000-es évekbeli hőkomfort és életminőségről beszélünk az ilyen aljzat esetében. Ez egy vicces sztori. Elküldték az ingatlan hirdetést, illetve a vásárló elküldte az ingatlan hirdetést, amiből bele volt írva, hogy elektromos fűtésünk van. Szerencsére padlófűtéssel, szerencsére radiátorokkal. Raktak fel némi nemű napelemet, a kazán az lehalt, az eredeti kazán, és hát hogy úgy gondolták, hogy akkor elektromos fűtés lesz. Legalábbis ez volt szóban a mondás. Hát amikor ezt megláttam, akkor elkapott a rögőgölcs. Amit a képen láttok, az egy átfolyós vízmelegítő, 1200 wattos. A radiátoros körön is volt egy ilyen 1200 wattos átfolyós vízmelegítő, illetve a padlófűtés körön is. Tehát az egész házat 2400 wattos átfolyós vízmelegítő teljesítménnyel árulták, hogy ezt így fűtik, és így ez tökéletes megműködik. Természetesen nem működik az egész, tehát a vásárlóknak az volt a kérdése, hogy nincsen annyi pénzük, hogy fűtést is kreáljanak, tehát hőszivattyút, vagy gázkazánt, vagy egyebeket. Elektromos fűtéssel el lesznek-e? Mondtam nekik, hogy egy ekkora ház az körülbelül megeszik ilyen 5-600 ezer forintot éves szinten elektromos fűtésként, költségként, de azt, ha ki tudják fizetni, akkor természetesen halasztható, skipelhető a fűtési rendszernek a felújítása. Na most, amit a képen láttok, ezzel így ez már nem halasztható, hiszen ez 100%, hogy nem működik. Egyszerűen fizika nem tud működni. Tehát a háznak a nem volt agyon szigetelve egyébként a ház, de a háznak a minimális hőigénye ennek a 2400 wattnak alsó hangon a duplája, de én, ahogy néztem, utólag megkaptuk egyébként az energetikát, inkább a triplája. Magyarul nem tudja kifűteni az egészet. Még azt mondanám egyébként, hogy ez az 1200 watt, ez még arra sem elegendő, hogy egy temperáló fűtést adjon, tehát akár egy 30 fokos vizet keringessen, hiszen nem erre van kitalálva az egész rendszer, hogy több, hát nem több száz liter, de sok 10 liter vízmennyiséget folyasson át és melegítsen folyamatosan. Mutatnék egy pár érdekes videófelvételt. Nagyon szeretek ilyen rövid videókat csinálni a házszemlék során, okulásképpen. Most már talán lesz időm ezeket publikálni is. Sok száz videóról beszélünk, amik így mutatják a házszemlék során a hibákat, illetve hogy miket kell keresnünk. Amit ezen a videófelvételen láttok, hőkamerával készült. Amikor tetőtérbeépítésről beszélünk, akkor többféle megoldás van, a legelterjedtebb az úgynevezett emelt tértfalas megoldás, amikor egy méteres fallal ki van emelve a tető a emeleten, tehát a tetőtérben, ami megnöveli a hasznos belterületet. Nagyon-nagyon fontos ilyen esetben diagnosztizálni, hogy vannak-e benne merevítő tértfal pillérek, ugyanis ha nincsenek benne, akkor a tető egyszerűen ezt a tértfalat szétnyomja,
Volt ilyen esetem, ahol megérkeztünk Szegedre, elmentem, megálltunk a ház előtt, és azt mondtam, hogy gyerekek, be se menjünk, mert ez annyira rossz ez az épület. Látszódott, hogy nincsenek tértfa pillérek, és emiatt szétnyomta a tető, az oromfalat, olyan irányú repedések voltak, teljesen egyértelmű volt a dolog. Ezért fontos a hőkamera. A hőkamerán ezek gyönyörűen kirajzolódnak. És nem csak télen egyébként, hanem nyáron is. Tehát ha van egy megfelelő érzékenységi hőkamerája az embernek, akkor ezeket meg lehet találni és lehet látni. És itt kettőn van a hangsúly, legyen hőkamera, tehát bárkit hívtok felmérésre előzetesen, hőkamera nélkül, ha nincs leverve a vakolat, egyszerűen nem lehet megmondani, hogy ott van-e, vagy nincs-e ott. Nemrég volt egy olyan háznézésem, ahol nyár kellős közepe volt, és a ház egyik felén gyönyörűen látszódott a tértfalpillér, a másik felén viszont nem volt tértfalpillér, és ebből következően azt az oldalát a háznak meg kellett támasztani egy ilyen ferde támfallal, hogy ne borítsa ki az egészet a dolog. Már amikor a hirdetést átküldték, vakartam a fejemet, hogy annak a támfalnak, mert látszódott, hogy támfal, mi a franc szerepe van 4 méter magasságig, és pláne nem értettem, az óramutató járásával megegyezően indultam el az épületnél, ott még voltak gyönyörűen tértfal pillérek, ahogy itt a képen is látszódik, nem erről az ingatlanról van szó, de ugyanígy látszottak kívülről, mert nem volt hőszigetelve az épület, a másik oldalon nem volt semmi. És ez az a dolog, amit egyszerűen nem értesz meg. Tehát ha van egy nyeregtetőd az épületen, akkor a bal oldalán józankövesek dolgoztak, a jobb oldalán meg részegek. És ezért mondom azt, hogy nem lehet diagnosztika nélkül kijelenteni, hogy ez az épület biztosan jó, mert nem jó. És az épületet egyébként nem is vette meg az érdeklődő, mert emellett is volt még sok hibája, de ez meg aztán pláne betette az ajtót, hogy nincsenek dolgok. A következő videónk... Bocsánat, miért tovább mész. Szerintem mindenkinek a fejében az van, akinek egyébként egyáltalán erről van információja, hogy a hőkamerát télen lehet igazán használni, de te azt mondod, hogy igazából ez a diagnosztikai eszköz nyáron is jó szolgálatot tesz, ugye? Ez egy nagyon érdekes dolog, ugyanis én is elmondtam egy korai videómban, 6 évvel ezelőtti videómban, hogy 20 fok hőkülönbség kell ahhoz, hogy a hőkamera rendesen működjön, és képzeljétek el, hogy volt egy bírósági ügyünk, ahol egy új ház építése kapcsán én olyan állapotfelmérést készítettem, amiben gyakorlatilag cáfoltam a műszaki tartalmat, nem akkora hőszigetelés került a padlóba, erkélybe ázott, stb. Nagyon sok hibát találtam. Perre mentek, mert ezt a kivitelező nem fogadta el, és a kivitelezőnek az ügyvédje nekem ugrott, hogy a hőkamerát én, ha jól emlékszem, április-május körül használtam, hogy én is mondom a saját videómban, hogy ez nem használható. És ott kellett a bírónak elmagyaráznom, hogy miért használható. Tehát a legjobb, amikor nagyon hideg van odakint, és fűtött van belül, a másik legjobb, amikor nagyon meleg van odakint, és belül meg hát ez a standard 22-26 fok. Tehát a hőfok különbség a lényeg, egy nagyon jól érzékeny hőkamerával ezek gyönyörűen előjönnek. A nagyon jó érzékeny hőkamerát azt értsük úgy, hogy nem milliós eszközről beszélünk, mert az én kamerám, hőkamerám is 400 ezer forint körül van, viszont a felbontása, tehát a lencsének a felbontása, az számít. Amiket lehet telefonra applikációs kapni, tehát így rádugni a telefonra 70 ezer forint körül van, az tényleg arra jó, hogy a nagyon-nagyon kardinális dolgokat kidobja. A én készülékemnek a felbontása ennél 4-szer jobb. Voltak komoly hőkameráink korábban is, azokat is üti ez a kamera. Tehát jó eszköz kell, és ami nagyon fontos, hogy tudni kell, hogy mit mutat, mit lát az ember rajta, amihez meg sajnos kell a tapasztalat. De az a lényeg, hogy tehát a legrosszabb egyébként a hőkamera szempontjából az a tavaszi és az őszi időszak, amikor gyakorlatilag kívül is 22-26 fok van, meg belül is annyi van. Hát olyankor nem azt mondom, hogy nem látok rajta a dolgokat, de például nem tudom megmondani, hogyha kívülről hőszigetelve van a homlokzat, hogy van az ablak fölött betonált hidaló. Minden más esetben meg tudom mondani, mert inverzen nyáron is megmutatja a hőkamera, télen meg értelemszerűen a normál működési tartományba.
úgyhogy nagyon-nagyon jó szolgálatot tud tenni a hőkamera, gyakorlatilag az egyik alapvető eszközöm, harmadik kezem a felmérések során. És ezt is elmondtam már nagyon sokszor, hogy hála Istennek többen vagyunk, akik ilyen állapotfelmérést végzünk, mint mindenhol vannak kóklerek, aki nem komoly nedvességmérő műszerrel megy ki, és nincsen hőkamerája, azt nem vehető komolyan. Tehát nincsenek, sajnos nincsenek röntgen szemeink, szerintem ha lesz valaha ilyen fejlesztés, nekem lesz először, de nem szabad ezek nélkül, mert ezek látnak bele a fal szerkezetbe. Mélységileg is egy nedvesség, egy komoly nedvességmérő, nem ez a fémgömbfejes vacak, hanem tényleg egy komoly nedvességmérő, illetve a hőkamera nagyon-nagyon sokat segít. Köszönöm szépen, szerintem menjünk is nyugodtan tovább. Amit itt fogok mutatni, ez egy ingatlan hirdetés volt. Az ingatlanos azt mondta, hogy a tetőtér beépíthető, és a tető remek állapotban van. Nézzétek csak! Nagyon-nagyon durván rovar rágta az egész, nagyon szúvas, nagyon-nagyon durván nem jó a tetőszerkezet. Ez gyakorlatilag kompletten cserélésre kell, hogy kerüljön. Ez pont egy kádárkocka volt, 7 millió forint, majdnem 8 millió forint pluszról beszélünk. Tehát nagyon nem mindegy itt sem, hogy van-e egy előzetes állapotfelmérés, vagy nincsen. Mert bocsánat, hogy ezt mondom, de a ingatlanvásárlóknak egy része fél a pókoktól, tériszonya van, fél a darazsaktól, tehát ha van rá lehetőség fölmenni a padlástérbe, akkor se mindig mennek fel. Alapvető hiba, fel kell menni. Ha nincs is ott egy állapotfelmérő, én vagy bárki más, akkor is fel kell menni, fotókat kell készíteni, mert még fotó alapján is nagyjából azért lehet látni a dolgokat, de ez nagyon durván egy szétszarufodott szarufa. Tehát vannak fokozatok, én mindig leírom az állapotfelmérésbe, hogy kismértékben rovarkárosodott, nagymértékben rovarkárosodott, abszolút kuka. Egy kismértékben rovarkárosodott szerkezettel még lehet mit kezdeni, ott még azért el lehet ódázni a cserét, illetve lehet mellé javítani, illetve vannak vegyszeres és mikrohullámú módszerek egyébként a rovaraknak a kiirtására. És itt is szokott szembe jönni az a vélemény, hogy ez a tető ott van 60 éve, nincs ezzel semmi baj. Ezek a tetők azért mennek tönkre, mert ezek a szarufák újfent nedvességet kaptak, és amikor feldúsul bennük a pára, tehát benedvesednek, akkor abszolút csemegének szolgálnak a most kikelt rovaroknak, illetve felül tud fertőződni az egész. Úgyhogy tényleg az van, hogy sajnos voltam olyan helyen is, ahol a padlástérre feljutás nem volt biztosított, még új háznál is, pedig tűzvédelmi előírás, hogy minden ilyen elzárt területet meg kell közelíteni, tehát magyarul egy lenyitható padlás feljáróajtónak. Tök mindegy, hogy van-e ott létra vagy nincs, nálam mondjuk mindig van létre az autóba, tehát megoldható, de legyen egy luk, ahol fel lehet nézni, és meg lehet nézni, mert nagyon sok-sok millióról beszélünk a tetőszerkezet kapcsán. Bocsánat, itt nem tudtam elfordítani a videót 90 fokkal, itt még a válaszfalakról van szó. Régi épületeknél sokszor előfordul, hogy a válaszfalunk az 8 centi vakolattal együtt, ahogy itt látható. Ez azt jelenti, hogy vagy élére állított kisméretű téglából van a fal, vagy pedig 6-os válaszfal téglából. Mind a kettőnek az a problematikája, hogy ebbe a falba semmilyen csövezést nem tudsz belevésni, tehát egy új villanyszerelést meg így egyebet nem tudsz, mert a villanyszerelő végig tolja rajta a horonymarót, és összecsuklik a fal a francba. Tehát egyáltalán nem, a léghangátlásról nem is beszélve. Ezek nem jó falazatok, bontásra ítéltetett, mind a mellett, hogy látjátok, hogy mellette mozaiklapos burkolat van, tehát zajzat burkolat bontása, vagy az zajzat újjáépítése miatt amúgy is bontani kellene az egészet. De ezek is sokként tudják érni a vásárlókat, vagy a tulajdonosokat, amikor mondom, hogy hát 6-os válaszfal, ha most 70 kilommal egy kicsit jobban megütegetném, akkor lehet, hogy összedőlne. Ez egy
cement hiányos vakolat, amit említettem korábban, ezt is teljes mértékben illik újra vakolni. Nagyon sok esetben van az, hogy a épületen a födémünk az bemondásra lehet bármi. Tehát azt mondják, hogy betonfödémünk van. Oké, de az milyen betonfödém? Lehet monolit födém, lehet vasbetongerendás betontálcával, lehet téglatálcával, lehet béréstestes, nagyon lehet körülreges födémfalú, bármi lehet igazából, és például, ha a tetőtér beépítést szeretnék a tulajdonosok, egyáltalán nem mindegy, hogy miről beszélünk, hiszen ha lépcsőt kell nyitni a két szint között, annak nagyon-nagyon komoly statikai problémája tud lenni, attól függően, hogy a födémgerendák hogy futnak, milyenek és egyebek. Itt is a hőkamera az, amelyik segített abban, hogy lássuk a nyomvonalakat. Oké, a fesztávok kikövetkeztethetők egy építés számára azért már a mérések alapján, de itt látszik konkrétan, és ami még nagyon fontos, hogy itt akkorák a fesztávok, hogy már a gyártói előírás alapján is duplázni kellett a födémgerendákat, ezek duplázva vannak, a szélességből látszódik számomra, hogy ezek duplázva vannak, tehát ez a tetőtér beépíthető rendesen, minden probléma nélkül. Itt is a hőkamerának a diagnosztikai szerepe az, ami nagyon-nagyon sokat nyom alatba. Most 11 fokos volt a felületi hőmérséklet, tehát ez valószínű pont tavasszal történt. A következő felvételünk szintén hőkamerás. Vásárlás előtt mondták, hogy van padlófűtés. Legtöbb esetben szoktam kérni, hogy oké, ha van padlófűtés, akkor röffentsük be. Teljesen mindegy, hogy nyár van, vagy tél van, egy 3-5 órával, fél nappal korábban legyen bekapcsolva, hogy felfűtse az ajzatbetont, lehessen igazolni, hogy van-e. Gyönyörűen látszódik a hőkamerával a nem szép, hanem odahányt csővezetésű padlófűtés. De legalább van. Nagyon sok esetben találkozom azzal, hogy ja, hát még sincs. Akkor miért kellett beleírni az ingatlan hirdetésbe? És itt megint arról beszélünk, hogy egy vásárló azt hiszi, hogy A vagy B verzió, és közben teljesen más volt a hirdetésben, és más van a valós állapotában az épületnek. Beszélnünk kell még a villany szerelésről, ami szintén egy nagyon kardinális probléma. Van most egy olyan felújítási tervezésem, ahol sajnos leégett a kádárkocka, mert elektromos tűz keletkezett a villanyóránál, ami nem volt szabványosítva. Volt ott egy siesta, ilyen melegítő kint a zárt előszobában, ahol dohányozni kijártak az albérlők, az fölrobbant, az is vitte magával a tetőt meg az egyéb dolgokat, mindegy, az a lényeg, hogy komplet felújítási terv kell az épületre, és kiderült a tulajdonosok számára, hogyha nincsen szabványosítva a mérőóra szekrény, akkor hiába van lakás biztosításod, nem fizetnek egy büdös vasat sem. Benne van a biztosítási szerződésbe. És teljesen véletlen, ugyanannál a biztosítónál vagyunk mi is, szóltam a feleségemnek, elővette, és tényleg benne van. Tehát nem csak arról van szó, hogy egy nem szabványosított mérőóra szekrény az érintésvédelmileg, meg egyéb szempontból nem ideális, meg szarul néz ki, meg egyebek, hanem legfontosabb, hogy a biztosító nem fog fizetni egy rohadt vasat sem, mert benne van a biztosítási kötvényetekben, hogy ilyen esetben ők nem fizetnek. És széttárhatják a kezüket ők is, hogy fizették évekig a biztosítást a semmire. Ezen kívül, ami még fontos, érintésvédelem és földelés. Ha nincsen egy épület full részvezetékekkel megoldva, tehát vannak benne régi vezetékszakaszok meg egyebek, akkor már az életvédelmi fír elé nem lesz megfelelő, mert nem szereti a rossz kötéseket, illetve az alul vezetékszakaszokat, ha rajta vannak. Tehát a régi épületeknél a villanyszerelésnek is nagyon-nagyon nagy szerepe van. A legtöbb esetben sajnos újra kell húzni az egészet. Oké, sok esetben már ezt megejtették, felújították, örüljünk neki, de ahogy elmondtam az előadásnak az elején, ha komolyabb átalakítást akar az ember, és egy ajzatot kell felújítani,
akkor kidobott pénz volt a korábbi villanyszerelés, és hiába van felújítva, nem ér semmit, hiszen ha a válaszfalak kiesnek, akkor lehet azt mondani, hogy mondjuk a villanyszerelésnek 70%-át újra kell húzni. Nem jutottunk előre. Ilyenkor szoktam azt mondani egyébként, hogy ha valaki bele akar vágni egy épületfelújításba, akkor keressen egy, én úgy hívom ezeket, hogy őszintén szar épületet. Ez azt jelenti, hogy mindene rossz. Nem tartószerkezetileg, hanem mindene elavult. Ugyanis az úgy is van árazva, úgy is szét kell verned mindent. Tehát nagyon sok épületnél van az, hogy felújítják a fürdőszobát. Egy vizes blokk azért csempézéssel, szaniterekkel, mindennel együtt azért a 1,5-2 millió forintot szoktak arcolni. Most képzeljétek el, ha egy kádárkockába, egy régi kádárkockába fel van újítva a fürdőszoba, rácsempésztek szokás szerint a régi burkolatokra, megcsinálták a vízvezetéknek meg a cseréjét, meg mindent, de közben az egészet újra kell húzni, tehát ajzat cserélve minden együtt, megy minden a levesbe. És közben az ingatlan értékébe, meg ők beleszámították az eladók, hogy felújított a fürdőszoba, esetleg felújított a villanyrendszerünk. Ami nagyon fontos, az az érintésvédelem, gyorsan visszakanyarodva a villanyra, ugyanis ha nincsen érintésvédelmünk, most nagyon leegyszerűsítve, ha bárki belenyúl a konnektorba, addig fog brékelni, amíg él. Az érintésvédelmi fíreli az arra szolgál, hogy gyakorlatilag ezred másodperc alatt, század másodpercek alatt leoldja az egészet, lecsapja kint a fírelét, és nem hal meg senki. Tehát nagyon fontos életvédelmi szerepe van, amellett, amit mondtam, hogy a biztosító sem fog fizetni egy régi vezetékrendszerű házra, hiába van rajta biztosítás. És utána érdeklődtem, nem tudsz beletenni olyan tételt, ami ezt visszahozná. Tehát, mint egy autónál, vagy egy napelemnél például, hogy jégkárt raksz rá plusz pénzért, nem tudod belerakni. Nincs ilyen kitétel. Vízvezeték cserék szintén zenész. Ha nincsen kicserélve a vezetéked újra, most teljesen mindegy, hogy részre, ötrétegű csőre, egyebekre, a régi horgonzott csövek, azok csőszakaszokból állnak, minden egyes idomunk, minden egyes kanyarunk menetes, kócos tömítéssel van összecsavarva, tehát egy fürdőszobán belül van akár 20 olyan toldási pontunk, amelyik közül bármelyik szivároghat. És el szoktam mondani, hogy igen, jelentős tétel, pláne úgy, hogy bontani kell mindent, tehát ennek is inkább a plusz tételei jelentenek sokat, de lehet, hogy ez a horganzott csöves rendszer még 5 évig működik, de lehet, hogy 2 héttel az átvétel után eldurran és széttáztatja az egész házat. És itt, ha egy vályogházról beszélünk, nagyon-nagyon súlyos problémát vet fel, hiszen ha egy vályogház megázik, az azért tartószerkezetek is tudja károsítani az épületet. Tehát ezért nem azért erőltetem meg, nem azért erőltetjük a modernizációt, a modern csöveket, meg minden egyebet egy régi ház felújítása kapcsán, mert nekünk ez a fixa ideánk, vagy részesedést kapnánk bármelyik kereskedőtől, vagy egyebektől, hanem azért, mert azok a akkor beépített anyagok és szerkezetek mostanra jelentősen elavultak, és ha nem az elejétől kezded a felújítást, akkor az a felújításba beleölt pénzedet, például felújítasz egy fürdőszobát úgy, hogy nem cserélted ki a csővezetékrendszert, esetleg eternit csöves lefolyód van, meg egyebek, és ez eldurran, akkor zokogni fogsz, amikor szét kell verni a 1,5 millióért nemrég felújított fürdőszobádat. Miközben megspóroltál mondjuk most 200-300 ezer forintot, ami tudom, hogy jelentős tétel, meg ha összerakjuk a sok 200-300 ezer forintot, akkor ezek nagyon jelentős tételek, de sajnos ezt rá kell szánni. És ezért fontos nagyon az állapotfelmérés, mert ezeket én őszintén elmondom, nem érdekel senkinek a lelki világa, hogy mit szól hozzá, meg mennyire keserítem el, meg egyebek. Nekem az a dolgom, hogy a rózsaszín ködből kirángassam az embereket, és megmutassam azt, hogy ezt kellene csinálni, aztán, hogy betartják-e, vagy nem tartják-e be, az másik kérdés. Ha már felújítás, beszéljünk egy pár szót a felújítottként hirdetett épületekről. Nagyon sok esetben találkozom olyannal, Eger mellett Noszvajon voltam még tavasszal felmérni két olyan házat, amik úgy voltak felújítva, hogy simán belülről
gipszkarton előtét falat raktak, a kő vegyes, tehát tégla és kőfal volt az egész. Gipszkartont raktak az egész elé, gyönyörűen nézett ki a fotókó, hiszen minden, vannak derékszögeink, simák a falfelületek, tükörsima, minden gyönyörű festés, laminát parkett a régi burkolaton természetesen, és hát így árulták, hogy felújított az épület. Aztán sajnos a fiatal párt azt ki kellett rángatni a rózsaszín ködből, és mondtam nekik, hogy semmiképpen. Levettem a radiátornál a takaró elemet, és egy sokadik kezemet, tehát lassan úgy fogok kinézni, mint a síva, van két kezem, van egy hőkamerám, van egy nedvességmérőm, és van egy forgatható fejes endoszkópos kamerám, amivel be tudok nézni. Ha van ilyen 8 mm-nyi luk, azon már be tudom tolni, és be tudunk nézni, és a radiátornál benéztünk a fal mögé, és gyönyörűen látszódott, most a gyönyörűen azt tegyük természetesen idézőjelbe, hogy ez a vegyes kő tégla fal, a vakolat már omlik, leomlott ott a gipszkarton mögé, és vizesedik is. Nem szabad ilyen házat megvenni. Legalapvetőbb dolog, hogyha bármilyen házat mentek megnézni, meg kell kopogtatni a falakat. Ha a külső falakon gipszkarton van, nagy részben, mert azért néhol előfordul, akkor ott be is lehet csukni az ajtót, és ki is lehet menni. Arra fog hivatkozni a legtöbb kivitelező, illetve eladó, hogy hát nem akartak 5-6 centit rávakolni a falra, egyenetlenség miatt kellett a gipszkarton előtét fal, nem amiatt kellett. Illetve nagyon kis részben emiatt, nagyon nagy részben amiatt, hogy eltakarják a hibákat, a nedvesedéseket, vizesedéseket. Voltam sóskuti köves házat megnézni, az egész ház belülről gipszkartonozva volt, én mondtam a vevőjelöltnek, már a leírás alapján az volt beleírva a hirdetésben, hogy mészkő az épület, 22. kerület, tudom nagyon jól sóskuti kő. Ritkán van rosszabb építőanyagja a sóskuti kőnél, egyébként nem fagyálló, nagyon kicsi a nyomószilárdsága, szivacsként szívja magába a párát, nem jó egyáltalán, tehát a sóskuti köves házakat, azokat nagyon messzire el kell kerülni. Elmondtam előzetesen a hirdetés alapján a tulajdonos, a vevőjelöltnek, hogy nem kéne kimennünk, meg mindent, mindegy, szerette volna a szemlét, kimentünk. Volt egy hely, ahol egy ilyen szerelő nyílás volt a gipszkarton falon, oda be tudtam dugni a műszeremet, és hát mit ad Isten, azt mutatta, hogy mögötte a mészkő falunk, tehát ez a sóskuti köves falunk, ez merővíz az egész. Volt rengeteg más hiba is az épületen, de azért mondom, hogy mindig takarnak valamit a gipszkartonozással. És egy-egy falon lehet, mert azt elfogadom, de amikor egy ház telibe van belülről gipszkartonozva, a külső falakat értve természetesen, akkor ott azért nagyon komoly probléma van, és sok-sok milliós problémáról lehet szó. És az a probléma, hogyha nem találok lukat, vagy egy ilyen szerelőnyílást, és nem tudok rámérni, akkor ott vagyunk a bizonytalanba hagyva. És ezt nem szabad megengedni, hiszen manapság nagyon ritka az, amikor 50 millió alatt megkapsz egy bármilyen házat. Budapest környékén meg hát ennek jócskán a duplájáról beszélünk. Nagyon szépen köszönöm. Amit elmondtál, azok nagyon tanulságosak voltak. Nekem az jutott eszembe, amikor egyszer mondta egy nagyon kedves könyvásárlóm, hogy nagyon jók ezek az építem a házam könyvek, Gyuri, hogyha az volt a célod, hogy mindenkit elrémisszél az építkezéstől, akkor az tökéletesen sikerült, de ezt azért csak viccesen mondta. Tulajdonképpen kicsit ez itt le a te előadásodból, és azt akartam megkérdezni, hogy azért vannak-e a praxisodban olyan házak, amelyeket jó szívvel mersz felújítással együtt megvételre ajánlani? Ha szerkezetileg jó az épület és a büdzsé megengedi, akkor igen. Most jelenleg direkt összeszámoltam, 13 felújítási tervezésünk zajlik, tehát ezeknek a gyakorlatilag a 100%-a olyan, hogy megvetettem a házat, felkínáltam, hogy felújítási tervet csinálunk rétegrendekkel, nyílászára konszignációkkal, tervező művezetéssel, költségvetési írással, minden együtt, és ki is járok ellenőrizgetni, tehát nagyon sok olyan épület van, ahol kis felújítás kell, nagyon sok olyan van, ahol gyakorlatilag full szét kell venni az egészet, de itt az a lényeg, hogy a full szét kell venni az egésznél, ott a tulajdonosok tisztában voltak azzal, hogy milyen áron lehet ezt megvalósítani. És ami nekem is mindig mondják, hogy elriasztom őket, mert hogy azt mondom, hogy egy ilyen teljes felújításnak, tetőn kívül,
Egy ilyen teljes felújításnak a költség az 200-250 ezer forint négyzetméterenként, hasznos négyzetméterenként, ami rettenetesen sok pénz, tehát egy kádárkockát nagyon ritkán úszom meg 20 millió alatt felújításba, és ha tetőhöz hozzá kell nyúlni, akkor már mindjárt 30-ról beszélünk. De azáltal, hogy csináljuk a felújítási tervezéseket, jönnek be kivitelezőktől ezek a beárazott költségvetések, látom a folyamatos anyagváltozásokat, meg munkadíj változásokat, tehát látom a valós árakat, és azért merem azt mondani, hogy gyerekek, ez sajnos annyi. Oké, ha a családban van villanyszerelő, meg egyebek, akkor azokat lehet pótolni, meg sok saját munkával azért lehet ezen fogni, de nem sokat. És ha egy fiatal pár megvesz 60 millióért egy kádárkockát a 15. kerületben, és én azt mondom, hogy gyerekek, így tetővel minden együtt ez 30 millió, akkor legyen az a 30 millió. Ha nincs, akkor mi lépjünk tovább. Tehát ne ringassák magukat olyan álomba. Az a legnagyobb baj egyébként ezekkel az épületekkel, ezek a régi épületekkel, hogy vagy mindent megcsináltatsz, vagy semmit. Ugyanis az egész épület arra van kihegyezve, hogy a hőhídmentesítést az igazából a régi vastagcsöves fűtési rendszer oldotta meg, meg az, hogy nyílt égésterű fűtésünk van az egész épületben. Tehát az, ami tudna penészedni, az a pára gyakorlatilag vagy az ablakokon keresztül, vagy a nyílt égésterű fűtésen keresztül kiszellőzött eddig. Na most, ha leváltod a zárt égésterűről a kazánodat, meg minden egyebet, de közben nem hőszigetelsz, akkor ez a bentreket pára, ez mind a vasbeton szerkezeteknél, áthidolóknál, koszorúknál, lábazatnál fog kicsapódni, ami nem lesz jó. És írtam most legutóbb cikket erről, hogy kádárkockának a felújítási szakaszolhatóság az hogy néz ki, konkrétan le van írva, gyakorlatilag alig lehet szakaszolni emiatt az egészet, mert vagy az van, hogy tehát nagyon sok olyan épületnél vagyok, meg te is hallottad ezt nagyon sokszor, hogy nem hőszigetelem az épületet, mert nem csomagolom be műanyagba, mert hogy akkor penészedik. Nem azért penészedik, mert műanyagba csomagolták be, hanem azért, mert szarul csomagolták be műanyagba, tehát nem folytonos az egésznek a sztoria. Úgyhogy én is mindig megkapom, hogy nagyon negatív vagyok, meg nagyon elriasztom az embereket, de azért valljuk be, a magyar ingatlanállománynak a nagy része az sajnos ilyen. Tehát, és az a vicc az egészben, hogy én 20 év múlva a most újonnan épületeknek a nagy szakértője leszek, majd itt 70 évesen fogok kitotyogni, mert látom, hogy építik ezeket elképesztően rossz minőségben. Nagyon kevés kivétel van, sajnos. Hát a cél az, ismétli a történelem önmagát ilyen szempontból. Jó lenne, ha nem. Ugye a mi munkánk arról szól, hogy minél kevésbé, és a megrendelőkön is múlik, hogy mit várnak el, és mit áldoznak be ennek érdekében. Ugye ennek a mostani konferenciának a célja az, hogy ha viszont valaki belefog egy felújításba, akkor annak az eredménye viszont olyan legyen, hogy az hosszú évtizedekre egy értéket jelentsen, befele is, meg kifele is. Úgyhogy ez a ami még igen, ami még nagyon fontos itt az értéke visszamenve, ha van egy felújítási terv, és folyamatosan dokumentálva van a felújítás, tehát fotókkal, meg mindennel együtt, az gyakorlatilag aranyat ér, az egy épületnek a szervizkönyve. És ha bármi ok folytán baleset, külföldre költözés, vagy csak tovább lépés, kinőtték az épületet, tovább kell adni 10 év múlva, az, hogy fel tudják mutatni a felújítási képeket, meg a dokumentációkat, rettenetesen sokat fog érni az ingatlan piacon. Tehát ezért is fontos ez, amit ti is csináltok, ez a felújítom a házam konferencia, meg minden, mert ezt kell az emberekbe beleverni, hogy egyrésztről ne sajnálják a dokumentálásra a pénzt, másrésztről meg egyszerűen hihetetlen, amikor egy kivitelezőtől kérek a felújítás során készült, vagy építés során készült képeket, és nincs. Hát basszus, a legutolsó segédmunkás iPhone-nal mászkál. Tehát mennyibe tartana a nap végén körbe kattintani az adott napi munkavégzéseket, és akkor a végén egy DVD-n több ezer képet tud adni a vásárlónak. Köszönöm szépen, és hát még minden eladok neked is kívánok. Nagyon sok szép munkát, sok sikert, meg jó egészséget hozzá. És köszönöm. Köszönöm szépen a meghívást még egyszer. Köszönöm, Gyuri. Sziasztok.